Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És a Szentlélek nevében. Amen. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. És a mai szentmisét fölajánlom élő Anna Máriáért és családjáért, illetve beteg Gábor gyógyulásáért, aki súlyos állapotban fekszik. Ő érte és családjáért is imádkozzunk a mai szentmisében. Mint ahogy a bevezető énekből hallhattuk, Mátyás apostol ünnepe van, az ő támogatását, közbenjárását kérjük a mai szentmisében. Mátyás kezdettől fogva Jézus tanítványa volt, ezért választották az áruló Júdás helyébe apostollá. Etiópiában tanított, és ott szenvedett vértanúságot. Szent Ilona császárnő vitte erekjét Trierbe. Ma is ott tisztelik a sírját a róla elnevezett apátsági templomban. Testvéreim, mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára, szálljunk magunkba és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi is méltók legyünk. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
dicsőség a magasságban Istennek. És a bőrünk végesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, áldunk téged, nagy dicsőséged. Könyörögjünk. Istenünk, te Szent Mátyást fölvetted az apostolok testületébe. Közben járására add, hogy szereteted boldog részeseiként eljussunk választottait közé. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Jézus mennybe ment el után egy alkalommal, amikor a testvérek mintegy 120-an lehettek együtt, Péter szólásra emelkedett: testvérek, férfiak, be kellett teljesedni az írásnak, amelyet a Szentlélek előre megmondott Dávid szája által Júdásról, azok vezéréről, akik elfogták Jézust. Közénk tartozott, és ő is részt kapott a mi szolgálatunkból. Benne van ugyanis a Zsoltárok könyvében: lakóhelyük váljék pusztasággá, ne legyen senki, aki sátrukat lakja továbbá, tisztségét kapja meg más. Kell tehát, hogy azok közül, a férfiak közül, akik mindig velünk voltak, amikor a mi Urunk Jézus köztünk járt kelt, kezdve János keresztségétől egészen addig a napig, amikor felment a mennybe, valaki velünk együtt tanúskodjék feltámadásáról. Kijelöltek tehát kettőt, Józsefet, akit Barszabbásznak, vagy más néven Justusnak is hívtak, és Mátyást. Majd így imádkoztak: Uram, te ismered mindenkinek a szívét, mutasd meg, kit választasz a kettő közül, hogy átvegye az apostoli szolgálatban azt a helyet, melyet a Júdás hűtlenül elhagyott, hogy az őt megillető helyre kerüljön. Ezért ezután sorsot vetettek, a sors Mátyás esett, így őt a 11 apostolhoz sorolták. Ez az Isten igéje. Oda ültette az Úr őt népének fejedelmei közé,
dicsessék az Úr neve, napkelettől napnyugatig. Fölséges az Úr minden nép fölött, dicsősége magasabb az egeknél. Oda ültette az Úr őt, népének fejedelmeit üli. Ki olyan, mint a mi Istenünk, aki a magasságban trónol, lehajol, hogy letekintsen az égre és a földre. Oda ültette az Úr őt, népének fejedelmei közé. Az elhagyottat a porból magához vonja, fölemeli a szegényt a sárból, hogy oda ültesse a gazdagok közé, népének gazdagjai közé. Oda ültette az Úr őt, népének fejedelmei közé. Áldunk téged, Krisztus, örök dicsőség néked. Választottalak titeket a világból, hogy menjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök maradandó legyen, mondja az Úr. Áldunk téged, az Úr legyen veletek. És a veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen nektek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, mai evangéliumi részlet Szent János apostolnak az írásából, evangéliumából lett fölolvasva a 15. fejezetből a 9. verstől. De hogy ez is érthető legyen, vissza kell mennünk tulajdonképpen a 15. fejezet elejére, tehát az első verstől kell olvasnunk tulajdonképpen ezt a részletet, hogy teljes és egész legyen számunkra. Mint hallhattuk, ez a részlet Jézus búcsú beszédéből hangzott el. Jézus búcsú beszédét János
evangéliumában a 14. fejezettől olvashatjuk, és a 18. fejezetig tart. Tehát még az benne van. A szerző később toldotta bele a 15., 16. és 17. fejezetet. Itt a 15. fejezetben, illetve hát ebben a három fejezetben ezt is sugalmazottnak kell, hogy tartsuk, és az is, hiszen teljesen belesimul János apostolnak a stílusába, ahogy a többi részletet leírja, tehát nem mondhatjuk azt, hogy kiemeljük, és az nem oda való. Teljesen bele van simítva János apostolnak az evangéliumába. Tehát kétségtelenül sugalmazott e három fejezet is, és Jézus kinyilatkoztatását tartalmazza. A szerző bizonyára azért illesztette bele ezt a három fejezetet még az evangéliumába, mert a közösség, akinek íródott, és talán mondhatjuk azt, sőt mondhatjuk azt, hogy ennek a közösségnek is, mert mi is tulajdonképpen Jézus Krisztushoz tartozunk, tehát a közösség lelki szükséglete megkívánta, hogy ez a három fejezet is bekerüljön az evangéliumba. Arról van szó részekben, hogy a hívő közösség a Jézus által hozott üdvrend hordozója tulajdonképpen. Belőle él, mint a vesző a szőlőtőből, és az ő szeretetét kell megvalósítania a világban. Ez a 15. fejezet mondandója. Az igazi szőlőtőről beszél Jézus, és az ő szeretetében meg kell maradni a tanítványoknak. Az első 8 versben a szőlőtőről van szó, talán már kitalálhattuk. Szőlőtőről szóló hasonlatban két felhívást olvashatunk. Az egyik a megmaradás, hogy maradjatok meg, a másik pedig a gyümölcshozás. Vagyis gyümölcsöt kell teremnie annak, aki Jézus Krisztus tanításában megmarad, és szeretetében megmarad. Ezt röviden úgy lehet összefoglalni, aki Krisztusban marad, az bő termést hoz. Az általa maradunk benne, ha elfogadjuk a tanítását, és hitben azonosítjuk vele magunkat. A kapcsolat persze kölcsönös, mert hiszen ő maga mondja, hogy maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. De a maradjatok bennem kifejezés a 9. versben, illetve az azt követő versekben, ami ma már elhangzott, ugye, amit fölolvastunk, kibővül. Az kibővül ennek az értelme. Itt Jézus rátér a kölcsönös szeretetre. Ő egészen a fiú, aki mindent az atyától kap, és mindent rá vonatkoztat. Ő azzal a szeretettel fordul felénk, amellyel az atya szereti őt. Ez hangsúlyozza is. És ennek a szeretetnek a viszonzását várja el a hívektől. Ebben a szeretetben kell megmaradni. Ez csak úgy válik lehetségessé, ha hiszünk benne, mármint ugye Jézus Krisztusban. Minél erősebb bennünk a hit, annál nagyobb az indítatás a szeretetre. Arra, hogy a krisztusi szeretet legyen bennünk. Ez pedig a fizikai mi voltunkban is meg kell, hogy mutatkozzon. Úgy, hogy megtartjuk az ő parancsait, ahogy erre föl is hívta a figyelmünket. Azért mondja el mindezt az akkori tanítványoknak és a mai tanítványoknak egyaránt, hogy az ő öröme bennünk legyen. Hogy örömünk teljes legyen. Az öröm pedig az, hogy egészen megtette az atya akaratát. Ez az ő öröme.
és ezzel megmaradt a szeretetében. Ezt az örömet akarja átadni minden hívőnek, egyúttal az élet teljességét is itt kell keresnünk, Jézus Krisztusnál. És mint ahogy kirajzolódott előttünk, ez az élet teljessége úgy található meg, ha Jézus Krisztust szeretjük, ahogy ő szeretett és szeret bennünket, és a szeretete, illetve ez a szeretet bennünk úgy nyilvánul meg, hogy megtartjuk parancsait, és így találunk rá az élet teljességére. Hiszen ha az üdvösség útján járunk, akkor értelmet nyer az életünk, és teljessé válik az életünk Jézus Krisztus által, az Atya akaratából a Szentlélekben. Amen. Kérjük testvéreim Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Mátyást és többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket. Áld meg, Urunk, egyházadat, Ferenc pápánkat, főpásztorainkat, papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívünkben. Küldj, Urunk, munkásokat arra társadba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon. Árazd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon. Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán. Végül engedd, Urunk, hogy elhunyt testvéreink már most és majd a mi is az apostolok boldog társaságának örvendhessünk. Hallgass meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket és teljesítsd reményünket. Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd kegyesen egyházad adományait, amelyeket Szent Mátyás ünnepén tisztelettel felajánlunk neked, és erősíts meg minket kegyelmed erejével, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a veletek. Emeljük föl szívünket. Felemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert nyájadat, örök pásztorunk, magára nem hagyod, hanem szent apostolaid általa mindvégig őrzöd és óvod, hogy azok kormányozzák hívő népedet, kik rendelésedből állnak nyájad élén, fiat helyett, mint pásztorok. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük,
és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedés, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott oda a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amikkel nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, s dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk szavára, isteni tanítására így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék a jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben, úgy a földön is. Minden napi kegyelmet add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátkozunk az ellenünk,
és ne legyünk minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a felénkkel. Köszöntsétek egymást a békejelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. A mi Úrunk Jézus Krisztus testének és vérének egységése. Váljék a szent áldozásban lelkünk üdvösségére. Jézus Krisztus szent testvérünk. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyulod az életed. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket, mondja az Úr. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Előkkel.
Könyörögjünk. Házad népét halmozod el szüntelen mennyei ajándékaiddal, Istenünk, hogy Szent Mátyás apostol közben járására eljussunk szentjeid közé az örök élet világosságára, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istenem, legyen hálával.